62 méter körüli eredményt és döntőbe jutást várt magától a berlini Európa-bajnokság előtt Csíkszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető Amszterdam és Zürich után harmadik felnőtt kontinens bajnokságán lépett dobókörbe. Kerekes László tanítványa elsőre 61 méter 66 cm-re repítette a szert, másodszorra pedig 61 méter 68 cm-ig szállt a diszkosz. A harmadik kísérlet érvénytelen volt, így ez a teljesítmény a 15. helyhez volt elegendő. A diszkoszvetők mezőnyében még mindig nagyon fiatalnak számító atléta nem volt csalódott azért, hogy csak kevesebb, mint 40 cm-re maradt le a döntőről. Én pozitívan gondolok vissza erre az EB-re, úgy nagyon jól éreztem magam versenyen, ez volt az első EB, ahol tényleg úgy éreztem, hogy felszabadultan tudok dobni. Az, hogy most az 68 vagy 61-82 nem volt elég, ez végül is az a 37 centi az igazából egy szerencsétlenség, hogy nem lett meg, de nem vagyok csalódott egyáltalán. Egyáltalán nem izgultam, úgymond igaz, hogy nagyon nagy volt a stadion, rengetegen voltak délelőtti programban is, de egyáltalán nem volt rajtam az, hogy úristen, most mit kezdek, próbáltam magamat hozni, úgy gondolom sikerült. A diszkoszvetést a litván Gudzius nyerte 68 méter 46 cm-es eredménnyel. Csíkszai 64-37-es egyéni csúcsa az 5. helyhez lett volna elegendő. A fiatal atléta szerint, ha az egyéni csúcs nem is, de egy jó eredmény, összejöhetett volna számára döntőben. A 63 méter kellett a 8. helyhez, szerintem egy este fél 8-kor, fél 9-kor egy 63 métert szerintem tudtam volna dobni. Nyilván most ott még több ember volt, nem tudom, mit hozott volna ki belőlem, de valószínűleg még inspirált volna. Már Csíkszai Róbert számára az Európa-bajnokság volt az év fő versenye, a szabadtéri szezon hátralévő részében még 6 hazai, illetve külföldi viadalon áll rajthoz a nyíregyházi diszkoszvető. Az eddig befektetett munkát kamatoztatva kicsit könnyített edzések mellett sem tett rá arról, hogy továbbjavítson egyéni csúcsán Kerekes László tanítványa.